Sziasztok! Ebben a videóban egy karácsonyi fantázias sminket mutatok meg nektek lépésről lépésre. Bevágtam a videóban, hogy melyik kép inspirálta ezt a sminket. Nézzétek meg, hogy sikerült! Első lépésként lealapoztam a számat, hogy ne legyen száraz és cserepes, hogy egyenletesebben tudjam eloszlatni rajta majd a fehér színt. Ezután, mivel nekem csak most fehér szemceruzám volt, de persze, ha van fehér rúzsotok vagy szájfényetek, akkor az is tökéletes. Nekem most csak ez volt, ezt tudtam beszerezni, úgyhogy ezt kentem föl, mint fehér rúzs. De jónak tűnik. Ezután fixáltam fehér púderrel, hogy ne kenődjön el. Következő lépésben egy piros szájkontúr ceruzával megrajzoltam a kontúrt, és ugyanezzel rajzolom bele a cukorpálca-szerű csíkokat is. Kicsit tovább is húzom, hogy legyen egy kis csücske. Ezután kentem a tetejére ezt a Miss Portés piros szájfényt, hogy megerősítsem. Egyébként ez a szájfény, ez atombiztos, hogy nagyon jó, mert nem kenődik el egyáltalán, és matt. A mindennapokra is nagyon szeretem ezt a szájfényt. Ez tényleg semmi nem hagy nyomot. Következő lépésben viszek fel egy kis alapozót az egész arcomra. Utána pedig korrektorral alapozom le, próbálom eltüntetni a szemem alatti gödröket, Beauty Blender segítségével. Ezt is szépen eldolgozom, és ezután jöhet is a szemöldököm, amire szintén ezt a fehér szemceruzát kenem fel. Persze itt is, akinek van esetleg fehér szemhéjtusa, az teljesen megfelel hozzá, vagy bármi, amivel tudtok egy egyenletes fehér színt kapni. Arcfesték is tökéletes.
többször is átmegyek rajta, minél élénkebb legyen a fehér szín. Ahol esetleg kimentem a vonalból, vagy ahol nem tetszett, eltüntettem a micellás víz segítségével az oda nem illő részeket. És kijavítottam a szemöldököm formáját is. Ezáltal. Utána egy csillogós fehér szemhéjpúderrel kontúrozom a szemöldökömet, és magát a szemöldököt is kitöltöm bele, hogy egyenletesebb legyen a szín. Még egyszer viszek fel a fehér szemceruzából egy kicsit, hogy még erősebb legyen. Még egy kis szemhéjpúderrel. Ezután a szemöldökömet is fixálom a fehér púderrel. És itt is előkerül a piros kontúrceruza, amivel felrajzolom ismét a cukorpálca-szerű piros csíkokat a szemöldökömben is. Ezt is megigazítom egy kicsit. És most felviszem egy applikátor segítségével a szemhéjamra a piros szemhéjpudert. Szépen elegyengetem. Minél erősebb, annál jobb.
Lépid rétegben. Megigazítom. Utána jöhet a másik is. Ugyanezt a lépést megismételjük. Utána még egy rétegben felkenem. Itt is igazítok utána rajta. Szép legyen az ívei. Utána megrajzolom a kontúrt fekete szemceruzával. Ez egy nagyon jó rimmeles szemceruza, és nagyon szeretem, mert vízálló, és ez sem mozdul el, nem kenődik el, és nagyon jó, nagyon szeretem. Még a másik, az Essence-nek van ugyanez, ami szintén ilyen, hogy vízálló, és nem kenődik. Ott marad a helyén, ahova felkenem. Másik szememre is megrajzolom ugyanazt a cica szemet. A szemceruza segítségével. Utána ezzel az Essence-es, szintén vízálló, nagyon jó szemhéjtussal átmegyek még rajta egyszer, hogy atombiztos legyen. Javítok rajta, szép legyen az ív, a kontúr szép egyenletes. Ezután szempillaspirállal megcsinálom a szempilláimat, hogy megalapozzam a műszempillához. Mert hogyha az eredeti szempillám is jó fekete, akkor nem fog elütni a színe a műszempillától. Utána felkenek a piros szemhéjpúderre egy kis átlátszó műszempillaragasztót. És ide bele ragasztom a piros glittert, a csillámport. Mert így nem potyog le, és nagyon jó. A másik szememre is ugyanezt a lépést megismétlem. Felragasztom a csillámporokat.
még egy kis ragasztó, és még egy kis csillámpor. Hogy jó élénk legyen. Ez csillogós. Oda teszek még egy kis ragasztót, meg egy kis csillámot, ahova nem tapadt meg eléggé. Én esetleg lehullott az arcomra, egy púderecset segítségével letörlöm. Ezután felteszem a műszempillát. Duós szempilla ragasztót használok. Ez nagyon jó, nagyon tartós. Ez fekete színű most, de most nem baj, mert a kontúrom is éppen fekete. Attól függ, hogy milyen színűt vegyetek, hogy milyen színű a smink, mert most itt nem baj, hogyha fekete a ragasztó, de mondjuk egy világosabb sminknél azért vagy átlátszót vegyetek, vagy fehér színűt, mert utána a fehér színű is olyanra köt meg, hogy nem lesz annyira nem üt el annyira, mint a fekete. Várok kb. Egy 30 másodpercet, és utána ragasztom fel csak a szempillát, mert addigra már száradt annyit, hogy ne mászkáljon el össze-vissza. És úgy könnyebb felrakni azért. Letörlöm nedves törlőkendővel a leszóródott csillámporokat. Meg mindenhol egy kicsit megigazítom, hogy egyenletesebb legyen. Ezután még egyszer felviszek egy kis alapozót. Hogy sokkal szebb legyen az alap. Szemem alá is még egy kicsit. Korrektorral eldolgozom. Utána púderrel fixálom. Ne kenődjön a. Ezután felviszem a MAC-es highlightert az arccsontomra, az orromra, és egy kicsit majd még az államra is utána.
Minél több, annál jobb. Highlighterből sosem elég. Csillogjunk csak. Teszek egy kis barnítót is. Eloszlatom. Megint egy kicsit eligazítom a nedves törlőkendővel. És ezután megrajzolom a nyakamra ezt a kis karácsonyi nyakláncszerű díszt is. A piros szájkontúr ceruzával. Sima ceruza csak ezért nem jó, mert folyamatosan hegyezgetni kellett, mert mindig elfogyott a hegye. Talán még az a kitekerős szemceruza is jobb hozzá. Igazítom. Ezután megrajzolom a fehér ceruzával a cukorpálcákat is. Kitöltöm a közepét, kiszínezem fehérre. Ugyanígy megrajzolom a másikat is. Itt is színezem a közepét fehérre. Egyszer az álmokat már megint hegyezhetem. Ezt is lefixálom egy kis fehér púderrel, ott maradjon, ahol kell. És itt is berajzolom a cukorpálcának a piros csíkjait. Nem egy egyszerű feladat. Ezután felrajzolok három ilyen karácsonyi fagyal bokorlevelet. Ezzel az eszenszes, kicsavarós, zöld szemceruzával. Nagyon szép egyébként, mert még csillog is.
Megkontúrozom a széleit fekete eszenceruzával, minél jobban látszódjon. Meg pirossal belerajzoltam még 3 piros bogyót is. Utána meg a nyakláncnak ilyen lelógó szalagféleséget is odarajzoltam. Meg felülről is a nyakamhoz. Még egy kicsit átmegyek rajta még egyszer. Jól látszódjon. És most már kiengedem az összképhez a hajam. Igazából ennyi lenne. Annyira nem is ördöngős. Ennyi lenne mára ez a videó, remélem, hogy tetszett nektek, találkozzunk legközelebb is, sziasztok!